Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is ajkán járt Joulupukki, a finn Mikulás. Mai magazinunkban elsőként erről számolunk be Önöknek. Tääl on myöskin kirkikapsa, kirka silmä silku hapsa. Joulupukki, joulupukki, jäsenyt häät joulupukki. Äli seenpäin teille kaatun, läjätä ajuva raatun. Läpi traktorin sarvossaan, otsi laulut, mitä sokkaan. Pinno saan voin utra käteen, voin A gyerekek nagyon szeretnék tudni, hogy repülőgéppel vagy rénszarvasszánnal érkezette, ugyanis a hírekben látták, ahogy megérkezik a repülőgép. És megvan-e a rénszarvasszánja, illetve szokott-e vele repülni? Minähän sanoin tuolla ulkona, että minä tosiaan tällä kertaa tuli lentokoneella, koska... Ezúttal repülőgéppel érkeztem, ahogy ön is mondta, és a gyerekeknek már el is meséltem ezt. A rénszarvasokat most otthon hagytam. Meglátogatta az ajkai kórházban a gyermekosztályon lévő gyermekeket is. Ők hogyan fogadták? Nagyon kedvesen fogadtak. Csupa kedves, mosolygós gyerekkel találkoztam ott is. El is mondtam nekik, hogy csodálkoztam, hogy ez egy kórház. Nagyon jól éreztem magam velük, aranyosak voltak. Tudjuk, hogy nagyon öreg a Mikulás, tulajdonképpen hány esztendős? Hát ez egy nagyon jó kérdés, de meg kell mondanom, én már nem is emlékszem. Nálunk Rovaniemiben, az északi sarkörön, a Korvatunturinál nincs jelentősége a kornak. Mi a 100 év alattiakat mind gyerekeknek tartjuk. Az biztos, hogy nagyon jól tartja magát, szokott-e sportolni? Hát abban az esetben, ha a szaunázást, a légben úszkálást és a hóban való hempergést sportnak tekintjük, akkor igen, sportolok. Finnországban nagyon népszerű a jégkorong, és Ajkán is alakult egy gyermekhoki csapat, körülbelül 50 gyerek jégkorongozik Ajkán. Finnországban a Mikulás szokott-e jégkorong meccsen járni? Az a helyzet, hogy időnként elmegyek megnézni egy-egy jégkorong mérkőzést, de sajnos ez minden. Hiszen ha megnéznek, gondolom nem tudják elképzelni, hogy elég jól korcsolyáznék, és nem hiszem, hogy valaha is sikerülne eltalálnom a korongot. De nagyon kellemes szórakozás számomra a meccsnézés, és elképzelhető, hogy legközelebb megnézem, hogy játszanak az ajkai gyerekek. Várni fogjuk, nagyon szívesen meghívnánk egy ilyen korongmeccsre. És a fiatal kollégám is szeretne feltenni néhány kérdést. Minden gyerek kívánságát sikerült az idén teljesítened? És koskaan onnistun nimittäin, kun lapsilla on välillä sellaisia. Be kell vallanom, az az igazság, hogy nem. Nem sikerül mindig teljesítenem mindenkinek a kívánságát, de ennek az az oka, hogy vannak nagyon vad kívánságok. Például valaki azt akarja, hogy találjak neki egy új kormányt, vagy találjak egy másik apát, ez nem feltétlenül sikerül. Azért általában arra törekszem, hogy szülessen valamiféle kompromisszum. Van valami varázsgömböd, vagy honnan tudod, hogy a gyerekek jók voltak-e, vagy rosszak abban az évben? Hát erre vannak a manók. Nekem manóim vannak, egy egész seregnyi manó. Vannak egészen kicsi manók, nagyon manók, és vannak egészen nagy manóim is szerte a világon, minden csücskében, minden pontján. Ők beszámolnak nekem, hogy mit tapasztaltak. Nagyon jól működik ez a manóhálózat, tőlük pontosan tudom, ki hogy viselkedett. Az én kedvenc rénszarvasom a Rudolf, most az kivigyáz rá, és mit csinálhat? Ami Rudolfot illeti, most igazság szerint a Korvatunturin kellene lennie, viszont ott volt velem Miskolcon. De ezt a többi rénszarvas meg ne tudja. Nagy valószínűséggel, amikor hazatérek a Korvatunturira, akkor pihenni fog. Eszeget, növeszti a pocakját, és erőt gyűjt majd a következő nagy kihívás előtt. Vatsaansa tietysti, jotta jaksaa sitten viedä sen pitkän matkan ihan hetken kuluttua. A mai gyerekek nagyon szeretnek számítógépekkel játszani, számítógépes játékokkal játszani, tévét nézni, internetezni. Mik ezekről a tevékenységükről a Mikulás véleménye?
Minä olen kyllä sitä mieltä, että joka kodissa pitäisi sähköä. Az a helyzet, hogy én személy szerint minden családnál, minden házban naponta néhány órára megszakítanám az áramszolgáltatást. Ezekben az időszakokban elő lehetne venni a könyveket, lehetne játszani hagyományos játékokat, mint például a puzzle, vagy például az emberek nagyon keveset beszélgetnek egymással mostanában, és ezek az órák, amikor nincs áram a lakásban, ezek nagyon hasznosak lennének ilyen szempontból. Az az igazság, hogy érdemes lenne a régi játékokat, dolgokat nem elfeledni, és megint divatba hozni, mert nem voltak azok mind rosszak. De a mai játékok és szokások közül sem mind rossz. Tehát azt gondolom, a mértékletesség lenne a legfontosabb. Nagyon szépen köszönjük, és további kellemes utat kívánunk. Olyan pályon kitoxia teste, jahen toivottál hüve matka. Köszönöm. Kigazulje, olyba utki, Istenemmel jól bukki, Tászlom veszre, enszi jól, Terve tulnuk helydakul. Kigazulje, olyba utki, Istenemmel jól bukki, Tászlom veszre, enszi jól,